Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne ő ebben a pillanatban mondani neked? Az ő üzenete. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, az ő szív üzenete, vagy az ő üzenete, akkor az személyes, passzol a ti helyzetetekre. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, indiai asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit akar jelen pillanatban mondani neked. Először az ő jelenlegi helyzetét nézzük meg. Itt a kulcs jelenti az ő magabiztonságát. Most megvan nála ez a magabiztos fellépés. De ő használja ezt a kulcsot, valamit lezár az életében, és egy időben ezzel kinyílik majd egy új ajtó. Lehetőségek, változások, ezeket tervezi. És megnézzük az ő gondolatát. Itt a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, hogy új gondolatok lesznek nála, új ötletek. A kígyó jelentheti a gyógyító erőt is, vagy ezt a területet, egy egészségügyi témát, lehet, hogy ezen a területen dolgozik, vagy azt is jelezheti, hogy vagy ő, vagy valaki beteg a környezetében, és fontos az, hogy legyen itt egy gyógyító erő. A kígyó néha jelentett egy más nőt is. Ez lehet az anyukája, lehet egy kolléganő, lehet egy ismerős, valaki a környezetében, ahol elgondolkozik azon, hogy például lezárja ezt a kapcsolatot, hiszen a kulcs le tud zárni valamit. És most megnézzük az ő érzelmeit. Ő saját maga áll a középpontban, ő fogja irányítani a dolgokat. Vagy azt is jelentheti a kártya itt az érzelmeinél, hogy vannak elvárásai, hogy te feltekints rá, megbecsüld őt, dicsérd őt. És mi az üzenet? Mit akar jelenleg közölni veled? Itt látható az ő élet útja, és itt van a háttérben ez a hegy. Ez lehet egy kiruccanás a hegyekben, és meghív téged. A hegy jelentheti a problémákat is, és itt kell számára egy megoldás. Azon kívül azt is jelentheti, hogy nem tudja hogyan tovább, hiszen nem lát át a dolgokon, nem látja azt, hogy mi van a hegy mögött. Mit akar mondani, de nem mondja ki. Ez a kereszt jelenti a hited, hogy hisz abban, hogy összetartoztok, hogy a sors utatok kereszteződött, hogy ez a találkozás nem volt véletlen. Ez a kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, akkor is, ha itt még vannak akadályok, de tudja ő azt, hogy mennyire fontos egy új irány, mennyire fontos ez a döntés, mennyire fontos a változás. De nem mondja ezt ki. És hogy tekint rád? A gyermekek jelentetik a gyermekeket, a te anyai érzelmeidet is.
Vagy jelenthet egy fiatalos kisugárzást, hogy látja azt, hogy megvan a fellépésed, jól nézel ki, fiatalabbnak lát téged, mint amennyi idős vagy. Ez nem azt jelenti, hogy te egy idős hölgy vagy, hanem fiatalabb a kisugárzásod. Amit a gyermekek még jelentenek rád vonatkozóan a te ártatlanságod. Vagy egy új irány, egy új helyzet, döntések. És mi köt össze benneteket? A könyvek jelzik a tudást. Megvan köztetek ez a továbbképzés, te is bölcs vagy, nála is megvan a tudás. Itt tulajdonképpen tudtok egymással beszélgetni. Amit a könyvek még jelentenek, az a zárkózottság. Erre utalhat a kulcs is. Zárkózott vagy nyitott. Mindkettőt élni tudja. Tehát tud változtatni a helyzeten. Jelen pillanatban látható itt még ez a zárkózottság, nála még a problémák, de megvan a hite, hogy lesz egy új kezdet. Megvan itt a gyógyító erő, a fiatalos kisugárzás, és ő használni fogja ezt a kulcsot, jelenti majd a nyitottságát, és jelenti a lehetőségeket is. Persze, mint említettem, a könyvek utalhatnak a tudásra, hogy nálad is megvan a tudás, nála is, és itt van egy kapcsolat köztetek, lehet, hogy együtt akartok tanulni valamit. És ez volt az ő jelenlegi üzenete. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!